Át kellett tervezni az idei költségvetést, de ennek ellenére nem adtuk fel, hogy a város intézményeiben folytassuk a korszerűsítést, mondta Bozsolik Róbert bátaszék polgármestere. Már elkészült a Kereszti Gyula Városi Könyvtár tetőszerkezetének a felújítása. Erre mintegy 1,5 millió forintot fordítottunk, és a napokban megkezdődött a Budai utca 21 alatt működő gondozási központ tetőszerkezetének felújítása is, és ezeknek a munkálatoknak a folytatásaként a Budai utca 61-es számú orvosi rendelő épület tetőszerkezet felújítása is el fog készülni a nyár folyamán. A három épületben elvégzendő munka összköltsége megközelíti a 14 millió forintot, melyet bátaszék saját forrásból finanszíroz. Emellett megkezdődik a napokban a járdakorszerűsítési program. Az építőanyagot a város biztosítja, a munkát a lakóknak kell elvégezniük. A lakossági járdaépítési program az már az elmúlt ciklusban megindult, hiszen ezzel is próbáltunk hozzájárulni ahhoz, hogy a város járdainak felújítását próbáljuk minél jobban elősegíteni. Ebben az esztendőben mintegy 25 kérelem érkezett a felhívásra. Számukra az építőanyagot fogjuk biztosítani, és ők a munkájukat adják annak érdekében, hogy az ingatlanok előtti járdaszakaszok felújítása meg tudjon történni. Az építkezések és a járdák állapotának javítását célzó lakossági munkák várhatóan az őszre befejeződnek Bátaszéken.